tollat ceruzát elő, hiszen ebben a videóban három olyan játékot szeretnék bemutatni, ahol írnotok, rajzolgatni, vagy mind a kettőt kell majd egyszerre. A nyomok sűrűjében 3-tól 8 végig fogjátok tudni játszani, és ebben a játékban csapatokra lesztek bontva. Valamelyik kötök lesz a gyilkos, valamelyik kötök az áldozat, a többi játékos pedig a nyomozók bőrébe fog majd bújni. 6 szépen illusztrált világ közül fogtok tudni választani, melyiken is szeretnétek játszani, de amelyiket kiválasztottátok, azon egy karaktert kiválaszt a gyilkos, és az áldozat pedig erről egy letörölhető táblára fog majd nyomokat rajzolgatni, viszont még mielőtt ezt megláthatnák a nyomozók, a gyilkos X darabot le fog törölni mindig fordulótól függően. Ezután kezdődhet is a nyomozás. És ha már ti is mondjátok, hogy folyamatosan várni kell a metróra, vagy éppen lekéstétek a vonatotokat, akkor próbáljátok ki a Metro X-et. Ezt a játékot egyedül, de legfeljebb 6-an fogjátok tudni játszani. És ez egy flip and write játék, ami azt jelenti, hogy a játékosok egy kártya alapján X-eket fognak berajzolni a saját játékos táblájukra. Egy-egy úton alatt minél ügyesebben megpróbálnak megtelíteni, ezzel összeszedve a legtöbb győzelmi pontot a játék végén. A kartográfusok hősök pedig a kartográfusok világában játszódó második megjelent darab, ami kiegészítőként is játszható, de önálló alapjátékként is megállja a helyét. Benne lelkes térképészeket fogtok alakítani, ahol egy-egy birodalmat kell majd megteremtenetek a játék végére. Hasonló, mint a Metro X, ez is egy flip and write játék, ami megint csak azt jelenti, hogy kártyákat fogtok felcsapni, és különböző Tetris szalagzatokat próbáltok meg bizonyos kritériumok alapján majd berajzolni a térképetekre. És hogyha megtetszettek a videóban említett játékok, akkor megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. És mindenképp iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha érdekelnek még hasonló ajánlások az ünnepekre. De hát ezen kívül megtaláltok minket még Facebookon és Instagramon is. A következő videóig is sziasztok, én Sama voltam!